Egyes jól megfizetett közgazdász, illetve úgynevezett szakíró szerint az embereknek kifizetett pénz, az emberek jövedelmi pozíciójának a javítása inflációt okozhat. Na álljon meg a menet. Hát ez nem így van. Először is, hogyha az állam lemond a jövedelmei egy részéről az emberek javára, ez tulajdonképpen csak az osztozkodást változtatja meg, magát az inflációt önmagában semmilyen körülmények között nem tudja növelni. Az már inkább növeli az inflációt, hogyha az állam teljesen féktelenül, mindenféle kontroll nélkül, mondjuk így ész nélkül költekezik, lásd Budapest-Belgrád vasútvonal, lásd Paks 2, lásd a túlárazott vasúti fejlesztések, Fudán Egyetem, a Nemzeti Banknak a felelőtlen és ész nélküli ingatlan fejlesztései. Nos, ezek már inkább tudják növelni az inflációt. Az, hogy az emberek több pénzt kapnak, az, hogy az emberek jobban élnek, az bizonyosan nem.